Üdvözlök meg a Gabriel Vlog csatornán, és hát itt vagyunk Magyarországon, Budapesten, nem messze egy nagyon-nagyon jó helyen, és meg fogom mutatni nektek a kedves Attila barátomnak a garázsát, ami nyugodtan kijelenthetjük, hogy hát minden veterán autósnak egy álma, hogy egy ilyen garázsa legyen. Egy olyan helyen vagyunk, ahol bent áll két nagyon szép autód, és rengeteg hát ilyen kis autó makett, amiket gondolom arról is mesélsz, most nem tudom, hogy azoknak mi a sztoriuk, de nagyon-nagyon klassz, 18-as, meg mindenféle makett van, és hát itt vagyunk. No, itt akkor vagyunk a garázsnál. Ez a garázska, hát a tervem szerint az úgy volt, hogy Marosvásárhelyen lett volna a legjobb valamikor, amikor neki fogtunk veteránozni. Igen. Csak hát sajnos ott garázs nem lehet építeni a városba. Így van. És garázsokat csak bérelni lehet, meg megvenni is lehet, csak az a gond, hogy csillagászati árban vannak. Csillagászati árat, meg úgy van, hogy nincs papírilag rendben, nem lesz tiéd soha a föld, a garázs maga a tiéd. Igen. Lehet. Na, a sors úgy hozta, hogy negyedik éve itt is vagyok. Na, és itt lett egy olyan alkalom, hogy sikerült itt összehozni ezt a garást. Tehát, hogy nem csak az a durva, hogy ez nem csak így meglett ez a garázs, és te megvásároltad, hanem konkrétan te építetted fel. Igen, ez mennyire menő. Tehát úgy, igen. Hát ez ezelőtt második éve lesz. Uh-huh. Hát itt egy rétpót mondjuk, olyan, egy ilyen füves rész. Na, és akkor terv az úgy volt, hogy legalább két autó legalább beférjen. Uh-huh. Mondjuk, hogy egy kis Polski is már úgy volt terve, az is beférne. Aha. Mert ha nem lennének itt a makettek, na de egy B-plán az volt, hogy még az is be lehet, tehát beférhet. Na de így nyugodtan két autó befér. Uh-huh. Tehát ez majdnem egy 60 négyzetméteres garázs ittem, ami nulláról volt építve, betonalap, Bécsiákból van. Uh-huh. Tényleg úgy el is képzeltem magam ott, hogyha befilmez a limo, ott abban a székben így leülsz, és nem is csinálsz semmit, csak ott ülsz, nem? Hát igen, és főleg itt ez a csend, ami itt van, ezt nagyon, tehát valami, ott van egy kis rádió is, igaz, még villany nincsen, de hamarosan az is lesz, na egy jellemes rádió van ott, ami eléggé jól tart, a retro rádiót szoktam hallgatni itt mindig. Isteni. Na, nagyon csendes hely, tehát szerintem, na még oda készítettem egy ilyen skodás kis sarkot. Nézzük meg. Épp ezt akartam mondani, egy kicsit mielőtt az autókra rátérünk, egy kicsit beszéljünk ezekről a sarkokról, ezekről a makettekről. Itt lenne kicsit, most rumli van, de nem az a lényeg. S100-as Skoda Polo. Jó. Na, ez egy kis Skodás sarok, egy pár Skodás cucca kirakva. Ez itt meg egy Skoda felnévő készült asztal. Benne is van a Skoda, kromdisztárcsa. Na, meg kitettem ezzel az, ami volt úgy otthon. Meg ezek olyan dolgok, amik pluszban voltak, mert például az emblémák azok nem épp ilyen autóra valók, vagy hibások, vagy nem épp olyan állapottak, de ide pont megfelelt. Na, sok ez a sarok, ez úgy volt, hogy mondtad, hogy ide beülök, ez egy ilyen full nyugodt, itt el szoktam gondolkozni, itt el tudom intézni a dolgaimat, úgy mint agyilag, úgy igen, mint... Igen. Na, meg itten... És ezekről igen, mit mesélsz? Itt egy jó pár kis autó van, 1.18-as méret a legtöbb. Hát ezek úgy vannak, hogy ilyen... Gyűjtögettem is, meg el is adom őket. Uh-huh. Ez ilyen... Ha valaki a feletek van, persze, akkor vásárolni, akkor fordulhat hozzá nyugodtan. Nyugodtan. Oda nézettek, itt vannak a
kis bogarak, ez szerintem, igen, pont egy perec, azt hiszem, ez megvan nekem. Itt azért van úgy mindenből egy modell. Meg gyere, Imo, filmed le itt az én kedvenceimet, ezt a sort. SL Mercik 356-os Porsche-ik. Úgy megvan minden, Merci, Porsche, Lambok. Igen. Úgy mindenből is egy kicsi. Itt van egy kis szerszámos sarok, itt is. Jó, igen. Retro képek. Na meg ezek tartófalak ott, amit Imo is filmez, meg ez a fal is, igen, itt. Nos, akkor nem maradjanak ilyen pusztán tiszta fejerek, ezeket netről levett képek, tehát ilyen régi iskolás képek, szépen kinyomtatva, le vannak laminálva, és én szerintem pont itt a helyük neki. És akkor legalább nem is látszik, hogy két fehér fal van itt, úgyhogy be vannak burkolva szépen. Na meg rendszámokat vettem fel, meg egy csomó rendszám még nincs feltéve. Na igen, össze-vissza minden rendszámokat felvettem, mert hát ezek itt úgy én szerintem jól néznek ki. Na jó, ezt a falat is nézd meg, meg itt ezt a kis asztalt. Na ez egy ilyen kis bar pult résznek indult, de meg lehet oldani két ilyen összecsukós bárszékkel majd. Ott meg lehet inni egy valamit, egy sűrt például, vagy egy kávét. Na itt csak makettek vannak, itt már vegyes modellek vannak, itt ilyen 1.43, 1.24, meg kisebbek, meg nagyobbak. Uh-huh. Itt is minden van egyszer, ami létezik. Minden modell, itt is végig lehet majd nézegetni. Minden kategória. Ura, ez egy Kármán makett, aha. Jó. Nagyon klassz. Na, meg itt megint egy sorok ilyen autóápolók, meg festékek, meg lapkok, meg... Igen. Na, meg ez az, ami kell legyen egy garázsba. Szuper. Hát én azt mondom, hogy úgy azért megvan minden, ami kell. Igen, abszolút. Az a kérdés, hogy ebbe a speckó garázsba betette ezt a két autót. És hogy miért pont ezt a kettőt, mert azért neked nem csak ez a kettő van. Hát, gondolom ezek ilyen speckó. Mesélek a Skoda Formanról. Jó, akkor ezt az nem meg. Volt terve, egyáltalán nem volt terve, uh-huh. De valaki egy hirdetést feltett az autóval, hogy eladó. Uh-huh. Nem így nézett ki, persze, mert eléggé be volt mattulva az autó, meg belső is eléggé poros volt, de hát mikor elmentem az autó, láttam már messziről a garázsba kívül, hogy egyben van az autó, meg hogy vonalak, minden. Na a terv az úgy volt, hogy meg volt hirdetve az autó, szerintem ilyen 800-850 euró körül. Mondjuk, hogy ahogy mesélte a Pali, hogy 53.000 kilométer, az apja vette újonnan, akkor nem erősen ott használva, mindig garázsból ügyelt rája, csak az apja meghalt, és őt nem érdekelte az autó, mert neki volt egy újabb autó, és azt inkább tette a garázsba. És akkor ennek mennie kellett. Na, ő nem volt ebben témában, hogy még valaki vesz régi autót, és ő azt mondta, miután már ki volt fizetve az autó, hogy ha nem ment volna el az autó, akkor a vasba benyomta volna. Ő nem gondolta volna, hogy még régi autót vesz valaki. Na, el is mentem, nem volt messze, Marosvásárhelytől 110-120 kilométerre volt az autó. Elmentem, gondoltam, ha nem az az autó, akkor most az út arra vissza bukta, az most nem a világ vége. Igen. Na, de amikor elmentem, akkor úgy már láttam első látásra, hogy ez az az autó, ez biztos, hogy az az autó, hogy 53.000 kilométeres. Na, én tiszta pofátlanul megkérdeztem, hogy mi az utolsó ára, pedig úgyis jó lett volna az ára, nem persze. Tudom, 80-850. Na, azt mondta a Pali, hogy 500 euró. Úgy az a vége, az a nagyon vége. Ha oké, akkor vihettem, ha nem, akkor vissza a garázsba. Persze. Oké volt. Ez komoly. Na, az autó annyi, hogy került rá egy polír. Aha. Egy nem nagyon profi polír, de nagyon sokat segített. Meg egy belső takarítás. Az is ilyen elég amatőr szinten, de nagyon nem volt baj az autó, mert csak poros volt. Uh-huh. De, tehát effektív, majdnem tiszta az autó, tehát
53 ezer kilométerben van, gyári számla, gyári szár, szervizkönyvtől kezdve minden gyári megvan hozzá, és az az érdekes, mikor megvettem az autót, és feltettem egy Skodás csoportba Romániába, rám is írt egy valaki, hogy ez az az autó, akit nem tudom, aha, hogy hívták az öreget, mondom, igen, a srác szervizelte, tehát ő is ott dolgozott, aha, nem tudom, milyen cégnél, vagy gyárna voltak, mert van valami, az öreg eléggé nagy funkcióban volt, és ő vitte műszakira, amikor gondolt, ő csejt az olajat, ő vitte, tehát nem is, meg vitte, igen. De ő mondta is, hogy tehát ez az autó új, tehát ez az autó effektív új autó. Jó, ez szín is. Aha. Tehát ez ilyen. Tehát hivátlan, tehát rozsda pöttyi sehol az egész autón. Az alváz az le van. Lekezeltettem azt is, hogy, uh-huh, hogy legyen meg az is. Pedig a srác, aki csinálta, mondta, hogy ő nagyon sok autót megcsinált már, de azt mondta, hogy ilyen állapotot, igen, tehát úgy, mint ajtóajak, úgy, mint belső sárvédőktől kezdve, tehát abszolút mindenhol végig lehet nézni az autót, tehát effektív egy 94-es autóról beszélünk, ami én szerintem majdnem új állapotban van. Na, ezt nem akartam ott hagyni, ez kár lett volna. Ajánlatokat nagyon sokat kaptam, hogy adjam el. Aha. Nagyon jó ajánlatot kaptam Csehországból is, egy gyűjtőtől. De szerintem most megvan a helye, így van, akkor, itt. Nagyon jó, hogy... akkor itt a helye neki. Igen. És most én szerintem akár mennyi pénzt adnának érte, nem adnám oda, mert még egy ilyen állapotot, nem kapsz, ilyen pénzé biztos, hogy nem. Drágáé biztos, hogy kapna, igen, az ember. Na, de neki itt a helye. Aztán nem tudom, most vagy Magyarországon lesz beírva, vagy haza Romániában, azt, uh-huh, azt majd a jövő év titka lesz, azt majd, aha, eldől. És akkor és a másik? Itt a 105-ös kudon, amit sokan ismernek, mint ti is ismeritek. Igen, kilométerben el is jutom, hogy nagyon kevés van. Hát ez 90-95 körül van mostan, ez 2016 októberében vettem, uh-huh, úgyhogy lassan lesz a 7. éve. Ez is véletlenül más, uh-huh, autói mentem, és véletlenül akadt ez az autó, amit csak nem ott beszámítva, hogy megvesztem és megtartom, na, de ilyen állapotban nem tudtam ott hagyni. És már eldöntöttem első nap is, hogy ez megmarad. Aha. Amúgy ez is nagyon jó pénzt ígértek már nagyon rég, és ígértek most is. Igen. És az ígéret megvan, még egy bukarestitől. Hát. Sőt, kettőtől is. Na, de ez megint úgy van, hogy ez már nagyon hozzánőtt, mert 7. éve már. Nem mondhatom, hogy nagyon sokat mentem vele, de az szerintem az a 7 év alatt olyan 6000 km körül mentem, uh-huh, azóta is, ami ott megvan, olajcserétől kezdve ilyen semmiségeken kívül abszolút semmi gond nem volt az autóval. Uh-huh. A motorra nagyon szépen menjen, nem forralja a vizet. Uh-huh. Tehát el lehet menni hosszú útra is vele, bárhova, ez az úton nem hagy biztos. Uh-huh. Na, ez megvan, ő ott és román ott és, uh-huh, műszak is. Biztosítási, járkálok itt vele, hébe hova. Még az most is lehet, hogy jövő hétvégén Kátára is elmegyünk vele együtt. Igen. Ja, és még annyira csak megszakítanám, hogy ma reggel, vagyis most pont folyamatban van egy rendezvény, amit fogok szervezni egy romániai helyszínen, és a szervező próbál rávenni engem arra, hogy engedjük mi a veterán autós kiállítók, hogy a nézők üljenek be az autókba. És próbálom neki megmagyarázni, hogy ez nem fog működni, hát, és erre mit látok itt, egy milyen matricát? Tessék, itt az üzenet a szervezőnek. Veterán autó olyan, mint a barátod felesége, csodálni lehet, de nem nyúlunk hozzá. Hozzányúlni tilos. Szóval, hát ez egy olyan dolog, hogy... Igen, no. De nem, de nem. Ezt nem, azért is nem, mert egyébként akkor lehetne, hogyha mindenkibe lenne annyi jó indulat, hogy beül és megnézi, de azt már tudjuk, hogy ez nem így van. Az a van. Beül, hozzányúl, eltekeri, letöri, beülteti a gyerekét, összetapogatja az összes ablakot, meg minden. Úgyhogy igen, hát igen, ezek sajnos, tehát nekem se esne jó, neked igen. se, és gondolom senkinek, hogy a veterán igen. autójában most bárki bele is üljön. Úgy, hogy mondott, hogy legalább csak annyi lenne, hogy
tényleg beleülnének egy fotóra. Igen. És annyi jó indulat lenne, hogy na, ne fogdossák össze meg. Na, de ez nagyon működik. Sőt, olyan is volt, hogy kiállítottuk az autókat, valahol, nem tudom, aztán a Tordai Esedéknál voltunk, leültünk az autóktól 10 méterre, jött az iparos, kinyitotta az ajtót, beült, fotózkodott, na, tehát ő meg se kérdezik, úgyhogy... És ráülnek. Ja, és az a legjobb, amikor ráülnek a motorát. Ja, igen. Az a legjobb. Na igen, mert nekik ez tök normálisnak tűnik, mert most egy napi autó, ha azt csinálod, most az én szerintem... Az úgy belefér. Az úgy belefér, mert az na, de erre mi vigyázunk, ügyelünk, itt benn vannak, itt... Igen, még így van tárolva, és akkor valaki jöjjön letakarva van, még itt is, igen. Meg na, tehát ügyelve vannak, meg aktálva, amikor én is megyek valahol vele, akkor nagyon vigyázunk, hogy hová húzok, nagyon azért mindig ott legyek a közelben, hogy nehogy valaki mégis bántsa azért. Na, de ilyen én szerintem... Hát úgy azt meg lehetne csinálni, hogy egy veterán autó egy kis ilyen gyengébb, azt egyes, akkor abba beleül és abba fotózkodjanak. Egy olyan, ami na, nem a legszebb. Valószínűleg ezt fogom felajánlani. Hát mondjuk egy olyasmit esetleg, akkor úgy mondjuk, hogy szerintem úgy hatása is lenne, csak na, de így máshogy mindenki megengedje, hogy az autóra beleüljenek szerintem. És hát próbálom nekik megmagyarázni, nem értik, hogy miről beszélek, de hát most itt van a matrica, tessék. az pont jó az a matrica. Na úgyhogy ő parti képes, tehát más is parti képes, csak na, hogy még nincsen most rajta rendszám. Most is voltunk ezzel 3 nappal itt nem messze, egy kis utazáson tette a dolgát. Nagyon meg vagyok elegedve, tehát ez a 7. éve, tehát nagyon meg vagyok vele elegedve. Persze, olyan na, jó hangjuk van ezek. Otthoni, úgy, ahogy mondtad, igen, még van egy Skoda S100-as, ami sajnos, decemberben lesz 9 éve, hogy szét van szedve. Az a terv az úgy volt, hogy hát elég szép állapotban volt, csak én láttam pár helyen, ahol tényleg egy kicsit gondolkodtak, úgy mint a küszöb és a csomagtérben. Uh-huh. Na és gondoltam, akkor tényleg az ott az első veterán autón, azt mondtam, hogy csak az lesz, és akkor az szép lesz. Aha. Na az úgy is lett, az el is indult a terv, akkor még eléggé lehetett kaszni elemeket beszerezni, uh-huh. Még akkor eléggé beszereztem én, tehát ilyen új sárvédők, új küszöbök, minden. Meg is volt beszélve, szét is volt kapva az autó, a váldogos rész az tényleg hamar meg lett, ilyen 2 hónapon belül. Na csak utána kezdődött, hogy aki kellett volna fesse, az sajnos családot alapított, egyből gyermekek lettek, munkahelyet váltott, és én mondtam, hogy nekem nem sürgős, tehát nekem ha délutánonként is, mikor jön, mit tudom, tavasztól őszig, tehát bármikor, tehát nem sürgős, mert nem egy napi autóról beszélünk, hogy most hamar meg kell legyen, hogy legyen, amivel menjen. Igen. Na, ezt sajnos megbeszéltük, de sajnos nem lett úgy, és csúszott, és egyik helyről tette a másikra. Az igazság, hogy egy napot nem volt kint, szabad ég alatt, tehát egy napot nem volt kint, tehát ügyeltem rá, mert minden kasztélem új rajta. Aha. Na, a motor is az úgy volt, hogy mire szét lett volna szedve, Maxim bácsinál ott tiszta zsírújba ott téve, szerintem 300 km-t, ha ment az autó, az nagyon sok. Motor is nagyon bent van tárolva, tehát azzal sincs gond. Csak akkor annak kicsit festés kell, nem? Hát elő kell készíteni, és le kéne festeni. Uh-huh. Olyan dolgokat is megvettem, ami már 2-3-szor is megvan. Aztán tényleg oda jutottam, hogy most írjak el listát, hogy ne vegyem meg 5-6-szor. Igaz, elég ritkán lehet most már. Mert nagyon sok mindenből dupla-tripla alkat vissza. Mondjuk az nem gond, az jó, hogy megvan. Persze. Főleg, hogy megvan, mert ha majd nem lesz szükségem, akkor majd lesz, akinek biztos szüksége lesz rá. Na, de most már tényleg listán írva, hogy ne vegyem meg 5-6-szor, mert tényleg azért. Na, úgyhogy remélhetőleg jövő évben neki fog a srác. Na, szerintem az is el fog húzódni. Ez még az első S100-as. Ez a külső kilincses 71-es, igen. Az első széria. Thank you.
Akkor közben még bejött egy kis Polszki is, az is 2018 évvégén vettem. Nem tudom, mi vonzottam. Pedig nem az én miért vettem egyáltalán. Na, de akkor még elég jó árakban lehetett venni kis Polszkit is. Meg főleg, akit vettem. Innen nem messze Magyarországon, ilyen 20 percre van. Tényleg nagyon megértem, mondta a srác, hogy úgy menjek, hogy még egy két autóra való alkatrészt ad. És én egy elég, nem tudom akkor milyen autó volt, mivel mentünk. Még Ricsi volt talán, igen. Tehát egy az egybe megértem, hogy mennyi minden van. Plafonig raktunk mindent, meg a kis Polszkit is plafonig tettük, és még akkor is szerintem maradtak ott valami apróságok. Na, ott úgy maradt, hogy az új alkatrészeket megtartottam, ami nagyon szép bontott alkatrészt, amit tudtam, eléggé ritka, azok is megmaradtak. A többieket eladtam, a Polszkit a 85-ös év után azoknak volt egy ilyen vastag műanyag díszléc az oldalukon, az nekem valahogy nem jött be, de azokat levetettem, ott a lyukakat kiheggeztettük, és a műanyag lök 3-5-ös, tehát pont mind a Skoda, az nekem valahogy nem tetszett. És akkor át lesz alakítva a régi Polszkira, ami kromos lökös, meg kromtükrös, és annyit csináltunk, ami minimálist beletottunk a sárvédőkbe, ami nem hivatalos, de aki nem érti, az nem tudja. Tehát ilyen, én szerintem ilyen 3 centi hátul és 2 centi elől. Tehát, akkor szélesített felni. Igen, igen. Még van egy set felni megcsinálva, majd arra küldök képeket, az nagyon szép, gyönyörű. Na, tehát pont úgy lesz, hogy ha fel lesznek téve, akkor az, az pont ott lesz. Na, ennyi változtatás lett, meg Baxi megültette egy kicsit. Aha. Tehát ilyen, én mondtam, hogy annyira ültessük meg, hogy a futóműhöz ne nyúljunk. Mert itt láttam Magyarországon, nagyon sokan úgy megültették, hogy írták kommentekbe, hogy ilyen 50-60-as sebességnél vagy húz le az útról, tehát ilyen nem stabil. Na, én azt mondtam, hogy nekem stabil maradjon a futómű, tehát azzal ne legyen gond. Ezen kívül még van egy hojnárom, ami csak úgy volt, hogy elég jó állapotban volt véve az is, és egy jó ismerősöm mondta, hogy szóval már beszéltük, hogy ő motrokat újítgat, mikor ideje van munkahelye mellett, és megkérdeztem, ha nem-e vállalja ezt is. Nem volt rossz állapotban, azt mondom, persze, mert megoldja. Na, az is sajnos ugye húzódott, hogy 2017 márciusban adtam oda, és januárban lett kész. Na, de kész lett. Na, nagy nehezen kész lett, tehát tényleg most, na, elhúzódott ott is az idő. Hát ez igen. Pedig már azt hittem, hogy soha nem lesz, ami, na, de erre meglepett, tehát úgy meglepett, hogy van állapot, tehát tiszta zsírúba tett a motrot. Na, hát úgy rövidre fogva ennyi. De mi lett az izé? Volt neked egy szép, nagyon szép... Az asztava. Hát az asztava az is megvan még. Szinte elfejtettem. Az is megvan még. Az is puszban téve, csak az is áll. Tehát én szerintem annak mennie kell. Az asztava az azért volt, hogy mikor az S100-as meg lett bontva, és úgy elhúzódott már 2 év, és akkor gondoltam, hogy addig legyen valami, ő még nem volt akkor, mert ez pont 2016-ban volt az ASZTI, és akkor gondoltam, hogy vegyek egy olyan autót, hogy úgy ne is legyen drága, meg ne legyen senkinek otthon. Igen. Na, hát mondjuk, hogy nem is lett senkinek, és nagyon sokan nem is ismerik, a modellt. Na, az is nagyon szép állapot volt, ilyen minimális javítani valót, az le volt festve telibe, arra is egy csomó minden új fel van téve, na, de szerintem neki mennie kell, mert nem is lesz helye, és akkor maradunk, hogy Skodák, és akkor kis Polszki. Ez egy olyan álom, amit megvalósítottam, nem gondoltam volna ezzel pár éve, hogy saját garázs lesz. Na, szerintem tök fasza lett így minden úgy, amit nem akartam olyan túl zsúfolni, hogy ne rakjak csomó mindent, én szerintem úgy, amit kellett, ez így jó lesz. Tehát itt az a lényeg, hogy én és te is ezekkel nőttünk fel. Tehát a mi időnkben, mikor mi gyermekek voltunk a 80-as években, akkor hát Trabant, Lada, igen. Skoda, Dacia. Jó, de már onnan már hoztuk magunkkal ezt az autógyáti szeretetet. Az már nem mindenkiben van benne, azt tapasztaljuk, hogy hiába megveszi magának, hogy legyen ott, hogy tudja kivinni, hogy de valójában látszik, hogy egyáltalán nem. Hát igen, igen. Nekem és neked is látszik a garázson, hogy ez a legnagyobb kikapcsolódás tényleg, amikor ide jössz, csak leülsz és nézed. Hát az igen.
És aztán mész fele hétvégén egy kört, Visegrád fele, meg akármerre itt, és az a legnagyobb. Igen, itt annyi az, hogy nagyon összejött ez a hely, és egy nagyon csendes helyről beszélünk itt. Igen. Ahol tényleg nincs forgalom, meg itt, ha egy kicsit filmed, itt ilyen, majdnem mindegy erdő itten, igen. Tehát reggel madár csicsergésektől kezdve, tehát nagyon-nagyon-nagyon oké ez a hely. És ez főleg segít is, hogy amikor beülök a garázsba, akkor full csend van, és nem igen. Zavar soha senkit, te meg itt el tudok gondolkozni, meg itt tudom élvezni a dolgokat. Igen. Hát nagyon-nagyon szépen köszi a sztorit. Én köszönöm, hogy eljöttetek, és szívesen válok bármikor még, és remélem, hogy... Addigra már szembe lehet, is megmutatod. Lehet, hogy lesz terve még más valami, hát úgyhogy... Hát én drukkolok neked, mert hát ez nagyon klasszul van megcsinálva. Tényleg, most nem tudom, a filmezése mennyire jön át, de tényleg ez egy pont egy olyan garázs, amit egy veterán autós szeretne magának. Ide ki vannak téve a rendszámok, ki vannak téve az automakettek, minden olyan fontos dolog, ami ha nincs egy ilyen garázsod, akkor otthon állnak dobozokba, otthon állnak padlásokon. Még egy fő dolog ez a sarok itten. Ez rally voltunk, az első és az utolsó rallin is, mert úgy azért mentünk el, hogy lássuk, hogy miből áll, mi nem akartunk nyerni, mert esélyünk se lett volna nyerni, mert láttam, mikor bukarestiek jöttek az autók, hogy voltak szerekezve órákkal meg ez. Na nekünk az volt a lényeg, hogy egyszer elmenjünk, Zsidó Attilával, tehát együtt voltunk. Jó élmény volt, és én szerintem... Igen, a rallik azok nagyon klassz. Ja. Ez volt az első hosszú út a Skodának, mert még piros rendszámban volt. Igen, mert utána mentünk Nagybányára, azt hiszem, valahol. Tehát aztán ez volt az első hosszú út, ami nem is tudom mennyi volt, valami 100-200 km körül úgy a két nap. Na, de normálisan tett a dolgát, már akkor éreztem, hogy ez az autó nagyon ott van. Tehát ez az autó hibátlan, azóta is hibátlan, nem kopog. Nem, semmi gond nincs vele is, és tényleg most is, meg esztetikailag is, én szerintem még mindig nagyon ott van, vigyázok rá nagyon. Hát látszik. Na, úgyhogy neki is itt a helye, meg itt egy kis cseh zászló neki. Igen. Köszönöm szépen, hogyha megnéztétek idáig a műsort, a YouTube-osoknak azt mondom, hogy jól jönnek egy lájkot, a tévénézőknek pedig, hogy köszönjük, hogy megnéztek, találkozunk legközelebb velük egy hét múlva, YouTube csatornásokkal pedig picit gyakrabban. Neked pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztek. Én is köszönöm, hogy eljöttetek. Isteni hely volt. Köszönöm. Hello, sziasztok!